Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. az MD Media multidéző podcastje. És sok szeretettel köszöntök mindenkit a Paralaxis Retroverzumban, ez itt a Retrozabálók második része, a mikrofonnál Gizur Gergő. mielőtt belevágnánk bármibe is, üdvözlöm mai két beszélgetőtársamat, elsőként köszöntöm Farkas Katalin Milát, szia Mila! Sziasztok! És persze Mogyorosi Istvánt is. Szia István! Sziasztok! Ezt a műsort nevezhetnénk úgy is egyébként, hogy a boomerek elkezdenek beszélgetni arról, hogy régen minden jobb volt. Meglátjuk, hogy ez most mennyire lesz így, vagy hogy tényleg jobb volt-e. A mai témánk viszont ugye most már van témánk, az pedig a szilveszter a 90-es években, illetve hát nem csak a 90-es években, de nagyjából ugye úgymond a, a boomer korszak szilveszterei. Jéj. Erről, erről fogunk ma beszélgetni. Talán szedjük kicsit korban, darabokra ezeket a korszakokat, és mondjuk kezdjük mondjuk a gyerekkori szilvesztereket, tehát amikor még azért zömmel azért még a, a szülők hon, esetleg honok alá csaptak benneteket, vagy bármi, és hogy akkor hogy teltek ezek a szélveszteletek, amikor még nem önállóan mentetek el ide-oda moda vagy nem mentetek el ide-oda hanem meg volt mondva, hogy mi a program. Ugye én a 90-es években ilyen kisgyerek voltam még, úgyhogy a tini éveimet már a 2000-es évek és azután töltöttem, úgyhogy túl sok emlékem nincsen, főleg a tévézésről, meg a társasjátékozásról van, de arról rengeteg. Akkor azt, hát ne viccelj velem. Úgyhogy tök jó műsorok voltak akkoriban, jó, egyébként rengeteg ilyen paródia, paródia, négy évszakok, meg ilyenek mentek akkoriban a szilveszteri tévéadásokban. Úgyhogy főleg ezeket néztük meg, hát ilyen régi társasokat játszottunk itt családilag, mi hárman voltunk, úgyhogy ilyen okosan, meg ilyeneket de ezen kívül, hát nem, nem, nem roptuk hajnalig anyuékkal, szóval <laughs> ezek nyilván később kezdettek el. Ezeket a társasjátékokat például mondjuk évfélig toltátok, tehát megvártátok az évfélt effektíve ténylegesen? Ah, igen, szigorúan. Én, én, én pont egy olyan családban nőttem fel, ahol a szüleim több műszakban dolgoztak, ez azt jelenti, hogy háromban és váltották egymást. Ez azt is jelenti, hogy időnként ugye nem láttam őket pár egy kis ideig, amíg cserébe voltak, és általában megvártam este, amíg az az, az hazajön, aki a délutáni műszakban volt. Az elég későn volt, úgyhogy én nagyon rutinosan. Nem volt idegen akkor a... ilyen. Nem, nekem nagyon rutinos az éjszakai bagoly, tökéletesen illik. Én az a este tíz, az még korán van kategória vagyok. Úgyhogy simán föl voltam olyan sokáig, úgy, hogy a szilveszter az nem okozott gondot. És azt fel tudod idézni esetleg, hogy hány éves lehettél akkor, amikor az első, tehát amikor először megvártad az évfélt, mert nyilván mondjuk két évesen ez nem így volt, gondolom. Nem, biztos nem. nem Azokra nem is emlékszem. Azért mondom, tehát hogy, mikor, hogy hány éves lehettél, amikor az első, amikor már úgy effektíve emlékszel, hogy, hogy már tartottak ezek a társasjátékos tévénézős történetek is, hogy meg lehet várva az éjfél, hogy el legyen mondva a köztársasági elnök által a történet. Igen. Szerintem 7 vagy 8 egyébként, de hozzá kell tennem, hogy nagy durmolós is vagyok, tehát én imádok aludni, úgyhogy nem csoda, hogy... Az akkor az új éves éve volt Kávé az volt, úgyhogy... Ja, szerintem 7-8 évesen kezdtünk így így ilyeneket csinálni, és akkor ilyen tizenévesen már az én is eljárkáltam otthon a barátokhoz szilveszterezni. Jó, tehát nálam a különbség annyi, hogy mivel én 80 születési vagyok, tehát nekem a 90-es szilveszter az már ilyen tíz évesen ért, és a 2000-es nagy váltás, ami ilyen őrült parával <kül> a boomer korával érkezett, vagyok, nem burak. tudom, hogy... Igen, <laughs> hozzáteszem, hozzáteszem, majd nézd, csak fel a Wikipédiát, a boomerek azok, akik a 60-as években születtek. Igen. Igen. A baby boom környékén, tehát mi, mi Y-generáció vagyunk. Mindenre rám mondják. Már rám is tehát... használják, én már többször megkaptam, már megszoktuk, hogy meg vannak néki a Kalambó podcastban, is már Áronékkal ezzel röhögtünk, hogy mi már boomerek Már is egyetemistára is rásüti egy, egy mostani tíz éves, hogy boomer, tehát ez nem probléma, csak hogy... Csak a jelezni akartam, azért pont annyira nem vagyok öreg, tehát tényleg csak 80-ban születtem. Csak a véredet szívtam, nehogy komolyan vedd. Így is egy, egy örök kiválósággal ezelőtt volt. Tehát 90-ben már 10 éves voltam, tehát mondhatom, hogy azért úgy nem mondanám, hogy mindig emlékszem, de hogy úgy vannak emlékeim, és a 99 évnek a végén ezt a 2000-es parát, nem tudom, hogy nektek megvan-e még ez a... Ez a Arról majd milyen, akarok milyen is para beszélni, úgyhogy akkor... azt még, még jegel jeg 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 nyugodtan, most még maradjál gyerek egyelőre, ha lehet. Azt már felnőtten, felnőtten toltam. De gyerekként uh, így nem tudnám megmondani, hogy melyik volt az első, amikor fennmaradtunk, nálunk és ez volt a szokás, tehát mi is ez a családi három, két, két, két szülő, egy gyerek felállásban, de leginkább nálunk még a társasjáték sem volt egy nagy divat, hanem a tévénézés volt tulajdonképpen akkor a még a 90-es évek elején a Királyi Egyest, mert őket lehetett nézni, de az biztos, hogy... Meg az volt, hát. <laughs> meg az volt, igen, tehát akkor mielőtt a kereskedelmi elindultak, csak azt lehetett, ellenben hozzáteszem, én azt nagyon tudtam élvezni, és most is élvezném, ha azt a fajta műsort tolnák, amik akkor, tehát még a 90-es évek elején még emlékszem, hogy voltak élő műsorok, amit persze tudom, minden tévés, meg rádiós, mindenki jó rész gyűlöli, mert hát akkor pont akkor történik mindig valami. De ez ettől jó. Főleg a, a, a tévében, igen, a, mondjuk mi külsősök, a belsősök lehet, hogy nem pont ezzel értenek egyet, de tévében nehezebb palástolni, hogyha valami nagy nagy uh, csúnyaság. Na jó, történt. de ha belegondolsz, baki parádékkal van tele mindig egy szíveszteradás, hát egy élő baki akkor simán jó. <laughs> Jaj, persze, tehát eszméletlen jók voltak, még anno, anno én még elkaptam tehát Antal az ilyen műsorait, amiket ő élet élőben csinált, de hogy volt egyéb ilyen uh, uh, még az akkori színészgárdák, akik még akkor nem celebek voltak, hanem tényleg csak színészek voltak, viszont, viszont be, bejártak a tévében, és akkor tévéjátékokat is felvettek, meg ilyen szilveszteri műsorokban szerepeltek, bohóckodtak, mindenféle ilyen kabari jeleneteket, kabari jeleneteket adtak elő, és ez még a, a irigy hónagy féle agymenés előtt volt, tehát egy kicsit minőség, legalábbis számomra minőségibb módon csinálták a szilveszteri adásokat, és megvártuk a Szilvesztert, és ami érdekes volt, mert ezt említettem az első részben, véletlenül valaki nem hallotta. Én Romániában nőttem fel, tehát én nem, nem itt születtem, hanem Romániában Nagyváradon uh, születtem, és szerencsére ott, olyan szempontból szerencsére közel a határhoz. Tehát láttuk a magyar tévécsatornákat, kicsit macerásan, de sikerült fognia. Ez úgy volt, hogy akkor antennával, tehát lepke antennával? Igen, Aha, pontosan, ez, ez, pontosan. Ez nekem egy fontos idő. A háztető, és akkor vagy kint a, 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 az erkélyen, attól függ, hogy éppen hol éltünk, és akkor ott a... addig igazgattad, ameddig, ameddig az, az jó volt, amíg még több házban laktunk erkélyen, ott egy kicsit könnyebb volt, hogy az erkélyről így félszemmel beláttam a, a, a tévére, ráláttam, és akkor tudtam egyedül igazgatni, hogyha egy széllökés kicsit be, bezavar. Amikor átköltöztünk házba, ez rosszabb volt, mert annak ez a muszáj volt, egy segítség, aki lent volt, én meg üvöltve, hogy akkor most jobb vagy rosszabb, vagy így forgasd, úgy forgasd, ezt így játszottuk, hogy lehessen fogni az ez adást. Is milyen szép egyébként azért. Igen, nem mondom, hogy visszasírom, tehát, hogy ezt a van, részét... ugye, van egy, azért van egy romantikája. Hát romantikája van, meg igen, az idő, az emlék, emlékek megszépülnek, de ennek ellenére nem mondanám, hogy ez jobb volt akkoriban. Ez azért a mostani verzió, amikor, amikor streaming van, amikor, amikor uh, nem csak lineáris tévé van, azért ezt nekem egy kicsikét, ezt jobb szeretem, hogyha nem kell TV antenna se, hogy tévécsatornát nézzek, ha éppen, ha éppen kanális szagot akarok érezni, de hogyha bármilyen más műsort, hogyha meg szeretnék nézni, azért jó esik, hogy nem kell, nem vagyok hozzá kötve egy antennához. És akkor az éjfélt akartam, bocsánat, hogy gyorsan befejezem, az éjfélt akartam mondani, hogy mi is megvártuk, de mi kétszer. Tehát, hogy lévén, hogy mi Romániában egy órával el van tolva az időzóna, tehát ott egy órával több van, mint itt Magyarországon. Ezért mi megvártuk a magyar éjfélt, az helyi idő szerint 11 órakor megtörtént, kocintottunk, felálltunk, himnuszénekeltünk. tehát hogy ezt már tudom, hogy ez viszonylag fiatalkoromtól kezdve ezt csináltuk, ezt a rituálét, mert a szüleimnek hogy ez fontos volt, hogy akkor ez, ezzel is mutassuk meg oda át Romániában a magyarságunkat, hogy mi a kis szobánk mélyén igenis felállunk és énekeljük a magyar himnuszt. Majd megvártuk a román éjfélt egy órával később, ha már akkor tényleg, mert akkor volt az, hogy a kintről hallatszott a hangzavar, tényleg olyankor volt az így. Átvittük a, egy román TV csatornára, és megnéztük ott a, a román himnuszt, azt nem feltétlenül énekeltük el, és kocintottunk még egyszer. Eleinte gyerekpesgőt kaptam csak, de utána már ilyen igazi. Az előszoba az, az alkoholizmushoz, azért a kétszeres pesgőzést. Tehát azért... Megmondom őszintén, volt olyan, de ezt már a, amikor gimisek voltunk és ilyen haveri körbe töltöttük a szilveszter, volt olyan, hogy akkor úgy gondoltuk, hogy az a legjobb módja a szilveszter megünneplésének, hogyha a japán szilveszterrel kezdjük, és mindegyikre iszunk. Tehát az összes időzónában, amikor átok jön. Az már, éthet... már elázol teljesen, tehát Tök mindegy, ki beszél, örülni fogsz neki. Igen. Jó volt a buli, és jó volt a szilveszterünk. Engem például, amikor még kisebb voltam, mi például rendszeresen eljártunk. Tehát annak idén volt a szüleimnek egy munkahelyén egy ilyen nagy baráti társaság, és rendszeresen összegyűltek, és a szilvesztereket, azokat mindig így együtt töltötte, nem is tudom, egy, hát vagy 5-6 család, és mindig kőbányán voltunk, ott volt az egyiknek egy nagy háza, és ott gyakorlatilag mindenki elfért, és, és ott rendszeresen szilvesztereztünk, De és ott, hát emlékszem, hogy ott szólt a zene, tehát, hogy akkor a felnőttek, ugye lent voltak a gyerekek fönt. tehát egy, ne, ne, nekem rengeteg ilyen ö, gyerekkori szilveszterem, emlékem van ebből, hogy hát, anyámi kapán még való lent voltak, mi ott fönn voltunk gyerekek. Nyilván az egy egészen más világ volt, mint most, tehát mi nem ittuk magunkat, meg semmi nem volt, hanem mi kólát ittunk. Igen, 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 nem a füves cigit postáztátok. Táncolgattuk, meg ettük a, a chipset, meg, ha, meg szólt a serikók, meg a nem tudom. Akkor, akkor mondjuk azokban az években nekem a tévé kimaradt, Utána viszont nekem nagyon meghatározó volt, és nagyon jó hogy mindenketten említettétek. Viszont Mila, tőled én nagyon-nagyon szeretnék hallani. Valami konkrétumot, amire emlékszel, amit, amit néztél, szerettél, emlékszel, stb. Mert ugye itt István is visszasírta, hát még én hogy visszasírom. Hát nekem tényleg csak ezek a baki parádék maradtak meg. is jó volt még mm -hmm. talán évfél környékén, meg abban az időszakban, azt hiszem mindig vetítettek talán 95-től volt divat az HBO-nak betitettek valami filmet is, ami ilyen hú nagy, üzé, havi vagy éves, nagyon nagy ö, sikerű film volt. Ezek voltak szerintem leginkább. Várj, most azért megráztad a burzsóázia fáját, tehát hogy azért, 95-ben HBO. tehát azért, azért kérem tisztelettel, itt azért itt dolgok vannak. Hát szomszédnak volt, úgyhogy volt egy átmentünk, és akkor... Aha, együtt kocintottunk egy almapesgővel, azt, én, azt mentünk vissza, vagy előtte megnéztünk egy filmet, ilyen is volt persze, hogy ugye, átmentünk a szomszédba nekünk, ilyen, ilyen nagy, családi, nagy baráti társasághozás, meg nagy családi összejövetelnek nem voltak szilveszterkor nálunk például volt pont gondolom, hogy szüleimnek nem volt ilyen, ilyen kollégális baráti társasága, vagy nem tudom. Tehát, hogy amik így szoktak alakulni. Vagyis akkoriban már nem, amikor én már éltem. Én nagyon szerettem. Volt jó pár ilyen, tehát Antal Imrének, meg Kudlik Júliának pár ilyen őrült jelenete. Van egy, azt hiszem, a Rómeus Júliót, amit próbáltak előadni, vagy más ilyen szerelmi, szerelmi történet, és akkor tényleg egy ilyen kis gizda kis legényként ottan megjelenik, Csetlik Botlik szerencsétlen uh, Antalimra, aztán próbálva, hogy a fel, erkére feljutni. ja, Kudik ruhában, onnan fentről nem tudom, próbál segíteni neki, vagy mondani, hogy nem, nem, tudom már meg pontosan, de hogy előttem van azzal a, azzal a, a ruhájában szegény Antalimra ottan próbálkozik azzal, mindig felborul, elesik, átesik, izé, tehát hogy szerencsétlenkedik. Én tudom, hogy hogy az még lehet, hogy már a 80-as évek vége volt, de vagy a 90-es évek eleje, hogy tényleg nagyon sok ilyen, ilyen színészek csinált, élőben előadott bohózat is volt, meg ilyen jelenetek voltak. Én azokat is nagyon szerettem, vagy bejátszottak régebbieket, a, a, amiket úgy előre fel voltak véve, és azokat ilyen konzervből így, így benyomták. Én nagyon sok ezeket nagyon szerettem, tehát még azt a klasszikus, aztán jöttek a későbbiekben, megjelentek Markos Nádas Bonc Így, Géza, nem tudom, ajaj. mennyire mond az nektek valamit, főleg én még a Bonc Gézás korszakot szerettem a, tudom, ez a nem tudom, neked ez a, ez, ez mozdulat mond, de valami. Annak megvan a története is egyébként, hogy ez hogy, hogy alakult ki. Biztos, biztos, hallottam, de már, már most itt nem tudnám felidézni, de azt nagyon szerettem őket is. Tehát még ezeket, ezeket a, meg Hofi, tehát Hofi volt még egy olyan dolog, amit akkoriban lehetett, és őt még, élőben is uh, meghívták, szilveszteri műsor tartott. Az akkori kornak megfelelő stand-upot, mert én ezt most a stand-upnak lehetne nevezni. Abszolút. De egy teljesen más szinten, színvonalon, mint amit manapság csinálnak. Hát Hoffi egy márka gyakorlatilag, mondhatjuk, hogy ő egy márka. Abszolút. Ilyeneket, én ezeket szerettem. Amikor bejöttek a filmek, akkor megmondom őszintén, már, már, már tényleg az volt, amikor már, uh, amikor már megjelentek a kereskedelmi csatornák is, az már annyira nem kötött le, tehát az már akkor volt, ez a 16 17 97-ben jött az RTL, úgy emlékszem, uh -huh. akkor jelent meg, tehát már 17 éves voltam, addigra már elkezdődtek ezek a házi bulik a, a, az osztálytársakkal, ott már nem volt annyira. De még tudom, akkor is volt én, hogy elkaptuk a tévébe, mentek ezek a forró rágógumi, nem tudom, ha valakinek mond valamit, egy elvetemült, Tinikről szóló azt hiszem izraeli, vagy Én azt nem láttam. több, több film. Hát mondanám, hogy nézd meg, de nem biztos, hogy, hogy, van értelme. De akkoriban, akkor azzal a fejjel, abban a kultúrkörben viszont, viszont azok is ütősek voltak, érdekesek voltak. Egyébként, itt, 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 nagyon, nagyon jó, nekem ne nagyon kedves dolgot mondtál, ugye ezekkel a bohozatokkal, kuplikkal, jelenetekkel, amiket egy Balás Pétertől kezdve, hogy most tényleg felsorolhatnánk rengeteg, aki tényleg, és ezeket tényleg, tehát aki nem... Igen, aki, meg ugye Körmendián, János, Antal, a, tehát Antal so, és tényleg most itt estig sorolhatnánk, bár ugye mindjárt gyakorlatilag a van. Tehát, ö, <laughs> ö, és ö az a, az a durva, hogy valószínűleg tehát nem mindenki, aki most minket hallgat, biztos, hogy valaki egy része ismeri, de van aki nem biztos, hogy tudja azoknak. Mindenképp el kell mondjuk, hogy ebből ez régen elképesztő mennyiségű kabari jelenet volt. Tehát a, a magyar televízió archívumában hihetetlen mennyiség áll rendelkezésre. Az más kérdés, hogy manapság mit kezdenek, vagy mit nem kezdenek vele. Ebben most nem akarok belemenni. De, de olyan merítési lehetőség volt, és közben csinálták ugye az újabbakat is, és azok tényleg nagyon jók voltak. Tehát, hogy mondjuk én az Irigy Mirigyjel is el voltam, meg el vagyok, bár minél későbbi időszakra megyünk, szerintem annál inkább sűlyett a színvonal, az, a, az nekem egy egészen más világ volt. Tehát azok, azok, azok meg voltak írva, ott, ott tényleg színészek voltak. Egy csomószor ugye színpa igen, színpadon nem. volt felvéve, tehát ö, ö, még csak nem is az, hogy igen. egy stúdióban, hanem tényleg igazi közönség, nem konzervkacaj, tehát, hogy annak, azoknak úgy megvolt, és én a mai napig nekem rengeteg megvan, és a mai napig akár 60 nagyjára újra nézem, ugye mondjuk akár az Antivakarin, vagy bármelyik másik, és, és az ember hülyére röjgi magát ugyanúgy, vagy csak a boomerek? Hát én... nem tudom, lehet, hogy csak a boomerek. Én annak, azért Youtube-on is ezt-azt megtalálni, nagyon sok klasszikus van abból az időből, nekem most beugrott pont ez a, ez a mi kerül ezen a fotelen, Igen. nem tudom, x forintba, tehát, hogy az is egy, az is egy zseniális. Stanka István ez is egy zseniális. Nem, az ez nem Stankai nem volt. Nem Stankai? Az. Nem, nem, de most nem jut eszembe a, 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 színésznek a, 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 neve. Meg is van Márkus László, és ő volt, emlékszem rá. Tehát 7200 forintba, igen. Annyira karakteres volt az a igen, színész. Igen, hát az a, hogy én is öregszem, basszus. Igen. Hát meg ezek a nevek annyira, tehát a szegények olyan rég elmentek egy jó részük, és annyira rég nem látjuk őket napi szinten, megtelik igen. az ember feje az új, maraságokkal, tehát, hogy, hogy nekem is akkor ugranak be, amikor elkezdünk, tehát elkezdünk nosztalgiázni, visszamenni és beszélgetni ennekről, akkor ugranak be ezek a jelenetek, ezek a magamtól eszemben, amikor. pedig ott van a Youtube-on, tehát rákerestem, és tessék, ott van kihozza, meg lehetne nézni. Nem tudom, hogy hányan szokták megnézni, Igen. mondjuk pont ennek van 127 ezer view -ja a Youtube-on, tehát azt jelenti, hogy csak néha hozzányúlnak emberek. Szerintem biztos nosztalgiáznak azért emberek, így a szilveszterkor benyomják ezt így a bestet, vagy best aztán végignézik, vagy nem tudom, én el tudom képzelni. Szoktam ezzel bosszantani a, a, családomat, meg a gyerekeimet, és nem is ízé, tehát nem is utálják nagyon, vagy legalább pár éve még nem utálták. Szilveszterkori előszedtem ilyen régi felvételeket, van nekem is Hofim, Markos Nádas, meg ilyenek, és akkor betettük, mert tévében semmi nem volt, Éppen nem volt kedvünk más, néztük volna a tévé, de semmi hasznos nem volt, hogy előszettem ezeket a régi dolgokat, és akkor benyomtuk a tévére, aztán igen, néztük. Igen, mert hogy régen, és most tényleg nem a régen minden jobb volt című dolog van, de hogy tényleg régen, tényleg az volt, hogy, hogy a, a televízió csatorna, illetve utána a csatornák, mert azért eleinte azért a TV2, meg az RTL Club is, tehát konkrétan készültek műsorokkal. Tehát, ahogy te is mondod, élő műsorokkal írtak jeleneteket. Igen. Igen. Akár Holló Színház, amikor bejött, ugye? Akkor Lárpullártársulat, akkor Markos Nádasék is. Tehát volt saját műsoruk. De a nagyobb csatornáknak a nagy műsoraik is. Én emlékszem, hogy Fridi is nekem úgy rémlik, hogy mikor még ment a Friderikus Show, őnek is volt, hogy csináltak ilyen, ilyen szilveszteri adást. Csinált a heti hetes még a, a legelején szilveszteri. Tehát, hogy, hogy próbálták, hogy azokat a, a, a jól menő műsoraikból is próbáltak szilveszteri külön kiadást csinálni, hogy akkor egy picit így, és voltam élő volt, hogy az embereket szórakoztassák. És ami nagyon fontos, hogy, 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 hogy amit ugye mondtatok, hogy fi, filmek ugye ma már, akkor nem filmekkel töltötték ki a műsoridőt. Tehát én nem emlékszem, maximum már így éjfél, tehát amikor lement a köszönté, az éjfél után már, a, a, ugye amikor már mindenki ugye köszöntött a japán új évtől kezdve mindenkit, ugye a romántól kezdve mindenki már be van, jó, akkor már mehet a film, tehát akkor már nem fontos. De, de, addig, mondjuk, amik az este nyolc és, és éjféli időszakban folyamatosan nekem ez rémlik, hogy, hogy olyan cuccok mentek, olyan, amik, amik, tényleg arra a szilveszterre lettek írva. És én emlékszem például, hogy főleg a 90-es évek végén, hát ö, ö, több felé kellett szakadni. Tehát én, úgy, ugye volt az MTV, volt az RTL Klub, meg a TV2, ezek csak így alsó hangon, és az a mindegyiket föl akarom venni, mert hogy legyen meg. Igen, mert nem volt visszajátszás, meg nem volt streaming, meg nem került fel a Youtube-ra. torrentre Ott még nem be volt tévékártya, az vette az egyik csatornát. A videó vette a másik <laughs> csatornát, és a harmadik adag a havert kérte meg, hogy a harmadik csatornát vegye videóval. Tehát, hogy, és itt nekem vannak is ilyen alati archívumok egyébként, tehát a 98-as szilveszteri gálvölgyi show, vagy akkor a a, a, az RTL Klubos, vagy a Holló Színházak, akkor a Markosnádas 99-ben ugye vadijújat gyártott a nagyon nehéz emberekkel például, akkor uh, Hacsek és Sajót is lenyomtak egy csomószor, az a Magyar Televízió ugye volt, hogy újraforgatta új témákkal ugye magára, Hacsek és őre ráültetve, Holló Színház. Ugye akkoriban ment a, a Gálvölgyi is, ugye akkor újraindult már az RTL Klubban, ugye annak idején az mtv volt, és akkor ugye ő az RTL Klubos műsorokat rendszeresen kifigurázta ugye anyátok közt, és sorolhatnánk ugye ezeket mind. Tehát én ezeket nagyon hiányolom ma, hogy, hogy a szilveszter ma, bár én ma már be se kapcsolom a tévét nem, de oké, okay, búnyó karácsony, igaz, rendben van, bár azt meg nem szilveszterkor akarom megnézni. És én se kapcsolom be a tévét, tehát hogy így abszolút nálunk. Nem sz... Régen volt ilyen, hogy be volt kapcsolva, de most már csak a visszaszámolásért nyomja be az ember <hállt> Tehát, hogy maximum azt végignézed, végighallgatod. Hát, de szerintem tudják is a tévécsatornák, ezért nem is nagyon erőltetik magukat. Tehát, aki, aki, aki 40, 40 alatt gondol van... Gondolod, az... hogy nem lenne rá igény egyébként? Biztos, Mert gondol. ez, hogy, mert ez az úgy az megszűnt, az tehát ez szépen kiment a divatból, és nyilván mondjuk azzal, hogy ugye a, a kábel csatorna, tehát most már ugye nem az van, mint akkoriban volt három csatorna, mert mit tudom, aki esetleg ugye a millájék a hogy az eredet HBO befigyelt már, de azért, de azért nem... A szomszédék nem... Teljesen mindegy, te tudtad, hogy van. Ja, igen, hogy figyelj, én, én amikor én mit össze szívtam az első kábel tévéért, tehát nekünk ez nem úgy, tehát ez nem ilyen volt, mint ma. De ugye ma ugye 110, meg nem tudom hány csatorna van, de hogy kérdés, hogy ez tényleg azért tűnt el vajon, mert hogy, mert hogy sok csatorna van, vagy, az, vagy azért, mert nem akarnak bele elnőtt vagy úgy gondolják, hogy erre nem lenne már igény? Nyilván ezt nem fogjuk megfejteni. Feltételezem, hogy üzleti alapon. De Ádám többet tudna erről elméletileg, azért neki több hozzá rálátása van a tévére. É, én, csak titeket kérdezlek, hogy ti, nektek mi a meglátásatok. erről. Tehát mondjuk akkor másképp teszem fel a kérdést, utána ugrunk tovább. Ha lenne most mondjuk most, most, szilveszterkor valamelyik tévéadó kitalálni, hogy na most akkor én nyomok nektek valami. Nem ilyen új fajta, hogy győzikét kirakjuk, és akkor belebefök a kamerába, is, de vicces. Tehát nem erre gondolok, amit ma már viccesnek mondanak, hanem, hanem mondjuk így a klasszikus humorhoz visszanyúlva. Megnéznétek-e? Tehát leülnétek-e, és mondjuk lineáris tévéadásként adásként végignéznétek-e? Ugye? Most, ugye? most már azért öregek vagytok, mert nem mentek el, úgy állandóan gondolom, buliz, tehát, hogy benne van az esély, de megtennétek-e? nostalgia szempontjából szerintem amúgy igen, tehát, hogy benne van, a, benne van a, lehetőség, de nyilván az sem mindegy, hogy mit adnak. Tehát, hogy, de arról nem beszélve, hogy ott van minden az interneten, tehát, hogy az ember ennek tudatában már kevésbé nyúl hozzá ezekhez a emlékekhez, amikor éppen aktuálisak, hanem amikor mondjuk rám jön a hangulat, hogy mondjuk, a karácsonyi zenét akarok hallgatni, és május van, vagy valami filmet akarok megnézni, akkor megnézem májusban, nem kell hozzá megvárnom a karácsony estét, hogy megnézhessem a reszkesetek betörőket. Most nem szoktam azt nézni egyébként, de nem tudom, miért pont azt mondtam. Mert de... azt adják karácsonykor. Igen, valószínűleg azért, mert ha nyáron leadnák, kétségbe esnék, hogy a baj, akkor baj vagyok. van. Persze. Igen, baj van. De sz szerintem ez az oka. Szerintem, tehát én, hogyha, ha, amit Gergő mondott, ha olyan lenne, hogy tényleg megint nem az, hogy, hogy előszednének a dobozból régi felvételeket benyomnak, hanem hanem csinálnának egy aktuálisat, hát megint valami élőműsort, megint valami, akkor én minden további nélkül valószínűleg megnézném, mert érdekelne a, a dolog, és nem csak a nosztalgia miatt, hanem azért, mert nem csak szilveszterkor nincs minőségi műsor a tévében, tehát hogy úgy amúgy nincsen, tehát hogy jó lenne egy kis tök jó lesne. És még eszembe jutott itt, hogy valamit néztünk, meg mit nem néztünk, volt egy olyan szokásunk még a 90-es évek elején, egész talán, nem is tudom, 14 éves, 15 éves koromig, hogy Nagyváradon, az ottani színházban, ott kétnyelvű színház volt, tehát volt magyar társulat, volt román társulat, és mind a kettőnek volt szilveszteri előadása szilveszterkor. Rendesen, az, amit, amiről beszéltünk, amiről felvételek is készültek itt Magyarországon is, ahhoz hasonlót képzeljetek el, magyar színészek mindenféle jelenetekkel, bohózatokkal, énekes műsorral, meg ilyesmivel, egy másfél-két órás műsort, én este hét magasságában, 7-8 óra magasságában, tehát olyan tízre mindenki ott tudott lenni, vagy a buliban, vagy ahol akar, na mi oda rendszeresen, rendszeresen családostól elmentünk. Tehát minden évben, nem tudom hány éven keresztül, egy eszméletlen jó program volt. Ez Már ilyen én. sincs valószínűleg. Amúgy ezt szívesen kipróbálnám, hogy szilveszterkor elmenni egy ilyen élő színházi felvételre. Azt nagyon szívesen kipróbálnám, hogy nem a tévéből, hanem hanem ott az emberek van egy közt. Feeling, van egy hangulata. Igen. igen, igen más ott ülni. Tehát egy picit nevet. kiöltözöl, egy kicsit ízé, és akkor tényleg, hogy ott olyan más. Egyáltalán maga az, hogy a színházban néz valamit az ember, nekem az mindig más, mint hogyha ha egy online színházat nézek, tehát nekem más, a, más hát az ott érzés. Ott ül melletted, és ha hogy köhögnek, egy ez megvan az egész igen, feeling. Igen. <laughs> <laughs> ja, meg ott zizegnek az, az izével, a zacskóval, a csipszeg zacskóval. Színházban csak nem. A nem mazi, színházba csak nem. <laughs> A pogácsát még a szünetben még azért betúrja a maradékot. De igen, tehát volt egy Meg a gyerek a hátad mögött, aki rugdossa a széket. Az, nem? az, az is. Francnak meg két, el. Meg a kétméteres méteres ember, aki elédül, vagy a nagy hajkoronájú hölgyek, akik így. Meg is biztos, hogy lesz valaki, aki magára fújta a teljes parfümériát. De igen. akkor is jobb, akkor is sok, százszor jobb, mint otthon a tévé előtt nézni egy, színház színházi előadást. Tehát ez... Igen. Ennek Persze. ellenére én azt mondom, hogy semmi nem fogható a színházhoz, nekem legalábbis nem, élőben nagyon jó dolog ez. És úgy szélveszterkor kifejezetten jó lenne ilyeneket nézni. Jó gyerek. E, maga, és ugye, ja, bocsánat, még volt egy ilyen, ezt még, még kérlek, de hogy is, hát ne viccelj. fogom hát hát a számat. belőle hogy, élünk, úgy hát. volt olyan, volt olyan szilveszter, amikor, amikor megcsinálták azt, hogy, hogy uh, tényleg volt egy ilyen kis kocintás része is a dolognak. Tehát akkor kijöttek a színészek, mindenki kocintott, és akkor osztogattak ott a nézőtéren is. És, és hogy, hogy volt egy ilyen feelingje, és akkor utána egy ilyen előadás után kijönni a, tényleg, ha ideális esetben még akár hó is van kint, vagy tényleg ilyen téli feelinged van, kijössz este 10 óra, akkor ott van egy csomó jól felültözött ember, bent a belvárosban azért már akkor voltak szórakozóek, ahol el lehetett menni szilveszterezni, volt egy hangulat a városban is, és akkor ott úgy akár csak, hogyha hazamentél, még akkor is át a városon érezted ezt a szilveszteri forgatagot, szilveszteri jó érzést, nem tudom, az olyan ah, jó volt. Tényleg, mondtad, hogy hó. Ugye, ma, manapság baromi ritka. Tehát, hogy van valami emléketek esetleg fiatalabb, vagy gyerekkorotokról, mondjuk akkor nagy hó volt szilveszterkor, vagy annak a környékén? Hmm. Nagy dolog volt az is a karácsonykor havazott. De én, én ugye budapesti gyerek vagyok, tehát, hogy nálunk a belvárosban azért nem. Nem mindig maradt meg a hó, de azért gyerekként sokkal gyakrabban volt, és mai napig várom, hogy essen. Nekem, nagy, nekem nagyon hiányzik. <laughs> vagy akár szilveszterkor igen. is, hogy, 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 úgy menjél ki mondjuk akár évfélkor, hogy, hogy, az a világos legyen a hótól. Mert az mindig olyan jó világos van kint. Az annyira. Amikor a, hó, igen, amikor a hold visszatükröződik a, a, hóról, ez annyira szép, igen, és az nagyon jó hangulata van így hajnalban, amikor kimész kettő-három fele szilveszterkor. <laughs> Kicsit nőjünk fel, most így hirtelen, hogy amikor már mondjuk az elmenősebb időszak Azért az is még belecsúszik a 90-es, vagy, vagy, akár a 2000-es évek elejében, mert az, még, az már manapság retrónak számít, állítólag elvileg, nem tudom akkor mi, mi, történt, mi változott, mi, mit csináltatok, milyen emlékeitek, emlékeitek vannak? Egyébként nekem az egyik legelső emlékezetes szilveszterem, ugye, amit nem otthon töltöttem, az pont 2000-ben volt. Hát nem tudom, hogy illik kérdezni, hogy, hol? Hogy... Tehát, hogy me Bármit. Tehát megvannak az emlékeid a szilveszterekről? Meg, meg, jó, nem, jó. nem. Ez nagyon, nagyon szóval pisci nekem... kérdés volt így. Tehát. Akartam mondani, hogy nem nagyon voltak ilyen teleportációs művélm haza. Tehát, hogy így még mindig mindenre emlékszem, hogy hogy jutottam haza vagy, vagy ágyba. Tehát, hogy ez ennyire sosem volt. Sötét szilveszter éjszaka. És volt, hogy hajna, volt egyébként, hogy hajnalig tartott? Tehát mondjuk már adott esetben világosban értél haza, tehát ezek is működtek. Jaj, hát az, az nagyon alap volt onnantól, hogy így reggel hatkor vagy hétkor indultunk az amikor már elindult a Te Ki kitörtél ebből a társasjátékos történetből gyakorlatilag? Abszolút onnantól. Hát de egyébként ezek ilyen, tehát hogy ezek sem ilyen kinti voltak, hanem mindig haverokkal összejöttünk, és akkor valakinél volt szilveszter. Ott volt ennél való és akkor ott úgy táncoltunk, beszélgettünk, nem tudom. Tehát akkor nem olyan semmi... nem volt, hogy kimentetek volna mondjuk itt az utcára, vagy, vagy valahova valami helyre? Mm, volt, azért volt, hogy kimentünk így, nem tudom, fújni ezeket a fújni volt, ennek a neve nem trombita, de. Voltak Há, kívánok de kívánok. hogy nem az a papír jó Na az a papír meg ének azokat, mi is kimentünk így fújni szilveszter előtt. Mi? De nem, nem volt az, hogy elmentetek egy helyre, vagy egy diszkóba, vagy egy mit nem, tudom én, mi Nem, ez ránk, nem volt jellemző, mi, mi, kicsit ilyen, ilyen... Különcök, különcök voltatok, és önmag, önmagatok megoldottátok a szórakoztatást. Abszolút, meg hát nálunk nekem nagyon sok barátom már akkor is szerepjátékozott, tehát hogy ilyen mágus D&D meg hasonló dolgokat játszottak, és volt, hogy valakinek a szíve tehát hogy amikor már ilyen nagyobb társaságban voltunk, és volt már, hogy ilyen 40-50 rep dúzat egy ilyen szilveszterezés, akkor voltak, akik bezárkoztak egy szobában, és elmentek át Ajaj. Mi <laughs> mindenféle játékot játszottunk ki. Nem csak boomer, hanem kocka, tehát hogy ez a halmozott az a hiperkocka. <laughs> Nekem nagyon hiperkocka barátaim voltak, igen, meg vannak is, tehát hogy nyilván jobban vagyok a mai napig. Úgyhogy nálunk ezzel telt nagyon sokszor, és mi valamire élveztük ezeket is, meg néztünk mindenféle videókat, jókat röhögtünk. Nem, nekem ezek voltak a szilveszterek tizenévesen. Hasonló, tehát mi se voltunk ez a nagyon elmegyünk ö, valamilyen szórakozó helyre szilveszterezni. Nem is nagyon volt sokáig, utána meg valahogy beindultak inkább ezek a házi bulik, tehát a, a gimnázium. Tehát nekem ott ez a 16-17 évesen kezdődött el tulajdonképpen nem ennyire korán, mint Milánál. Viszont akkor már a a, a, nem józan fajtája ment a, a bulizásnak, tehát hogy már ez ilyen 16-17 évesen már nem csináltunk problémát, hogy azért ezt abstinensen toljuk végig, úgyhogy volt, tehát nekem volt, egy szilveszterem volt, meg nem mondanám, hogy pont melyik, tehát hogy 98-ról 99-re, vagy vagy a másik, de tudom, hogy volt egy, aminél, aminél tudom, hogy elindultam haza, és tudom, hogy felébredtem otthon. Tehát de a kettő között nem tudom. Akkor a mila, Milatollával ékeskedve, akkor ott teleportáltál egyet. Igen, igen, így is hívhatjuk. Tehát, hogy időcsúszásban is részt vettem, meg, meg tércsúszásban is. Tehát a kettő megtörtént. Tehát, hogy... Nagyon skifis élmény volt akkor. Igen, igen, meg fejfájós. Hát az Igen. De, volt, de volt olyan, tehát volt olyan, hogy a házi buli az pont bent volt a belvárosban, tehát egy olyan osztálytársamnál, aki pont a központban lakott, és akkor kimentünk kimentünk pont így a, a az éjféli tűzijátékben, akkor meg volt hirdetve tűzijáték, és akkor nagy happening volt kint az utcán, és akkor fogtunk, lementünk, levittünk magunkkal két-három évek persgőt így a kezünkbe, 18 évesek lehettünk szerintem, és akkor azt úgy ott a, a nép, között. Jó, persze elkeveredtünk egymástól, tehát most lementünk vagy 15-en, 20-an, aztán ilyen kettes-hármas csoportokba találtuk hirtelen magunkat, mert nem volt, hogy a többiek hol vannak, de mindenki, minden csoportnál valahogy maradt egy üvegpesgő, úgyhogy Úgyhogy be tudtunk inni az új év örömére, nem volt ebből probléma. Ugye mindenketten mondtátok, hogy ezért az utcát is meg meglátogattátok. Módjával. Ugye ma, ma hát én legalábbis én nem tudom, lehet, hogy én vagyok öreg, nyilván biztos, persze, de ugye ma gyakorlatilag szilveszterkor háborús övezet, tehát az a feeling van. Tehát, hogy akkoriban nektek rémlik ez, hogy ilyen brutális lett volna? Nem. Nem. nekem nem. És, és nem. Mi, a vélem, mi, a véleményed? Hiányzik, tehát hogy jobb, tehát az volt a jobb, vagy, inkább, vagy, vagy jó ez, hogy mindenki szanaszét robbantgat mindent? Engem rettenetesen zavar, hogy őszinte legyek. Amúgy se voltam soha ennek a robbantgatásnak a híve. Nem vagyok, nagyon nem vagyok ijedős típus, ugye <laughs> szeretem a horrorfilmeket, nincs bajom a jumpscare nem szoktam megugrani, de ha körülöttem robbantanak valami ilyet is, egy hirtelen számomra teljesen váratlan hanghatásért iszonyatosan meg tudok így rémülni, de így lefagyok. És ezt a színházban is megteszem, amikor így robbantanak valami <há> effektet, amivel nincsen bajom, de egyébként szilveszterkor ez engem rettenetesen zavar, és nem, nem feltétlenül magam miatt, mert én el tudom kerülni. De engem sokkal jobban zavar, hogy mondjuk például a kisállatokat rettenetesen megijeszti, megrémiszti, bepánikolnak. Um, iszonyatos stresszben vannak ettől, főleg ugye a kutyák, a mocskák, azok a háziállatok, akik azért a belvárosban ezt, ezt, sokat hallgatják. Meg hát kisgyerekek, arról ne beszéljünk, úristen, gondolom a csöcsömők biztosan rettenetesen megrémülnek ilyenkor. Nem tudom, én, én emlékeim szerint, amikor én gyerek voltam, még ez ennyire nem volt divat, hogy így, így a belvárosban ekkorákat robbannossanak, most már iszonyatosan durva, nagyon hangos. Nekem se egyébként ez, hogy de ugye, minden, azért, 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 azért hoztam ezt most így fel, mert tényleg mind a ketten mondtátok ezt, hogy kimentetek is random emberek között, ugye. Ma, ma valahogy nem tudom ezt, tehát ma is biztos, hogy van ilyen, de ezek miatt a tudurangatások miatt valahogy nem tudom, lehet, hogy nem, 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 nem tudom ennyire ennyire spon, nem tudom ennyire, ennyire nyugodtnak elképzelni, vagy hogy mondjam. Igen, inkább ezek a trombitálások Igen, voltak. Igen, hát meg az a kürtfújás. A... kürtfújások, meg ezek a kereplő dolgok, tehát hogy az, ezek voltak úgy, amik... Anyós van. nyelv kifújása, meg ilyen hülyesége. és egyébként ezekkel semmi bajom nincsen, meg hát azzal sem, amikor az emberek teleaggatják magukat ilyen neonszínű cuccokkal, amik így világítanak, világító fi világító nem tudom. Hát az mi. buli. Ezek is több bulisok. De igen, ezek a, ez a nagyon sok robbanás, így, fú, hát meg az, amikor utána így látod a felvételeket a neten, ami kikerül, hogy azért, meg hogy hányszor a tűzoltókat egy rosszul sikerült robbantás miatt, vagy mert elfelejtettek valamit, nem tudom, nem zárt térben csinálni ilyesmit, meg hasonló. Oh. Elképesztő. István, te a nagy petárda bajnok voltál, vagy vagy? Nem, gyűlöltem. Tehát én soha életemben egy petárdát nem robbantottam fel, és mindig Megmondom én őszintén, néha szurkoltam neki, hogy robbanna fel a kezében, vagy a <laughs> hátsó fertájában, hogy nem, egyszerűen nem bírtam megérteni ezt, hogy mi a jó benne. Tehát én a tűzijátékot azt úgy szeretem, de ott is a vizuális élményt szeretem benne, és nem a, nem a, 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 Rohanás, a nagy hanghatást. Meg, meg, élvezem sokszor a, a, az eltolódást a kettő között. Tehát azt még úgy, úgy, úgy valamilyen oknál fogva ez úgy, úgy, tetszik ez, hogy felmegy, látod, ahogy így, így kinyílik, egy ennyi gyönyörű szép valamilyen vizuális dolog, és megérkezik a hang, és akkor ez az eltolódás, Igen. nem tudom, nekem majd valahogy úgy tetszett. De ez az értelmetlen petáda, robbantogatás, és tényleg hetekkel hamarabb meg elkezdődött, legalábbis itt mi felénk. És utána hetek múlva is még. Január végén még hallottad a petárdákat, és gondolkodtál, hogy mégis minek, tehát hogy mi a jó benne, mi tud történni, hogy bum, bum, és bum, és akkor meg tehát zéró élmény volt benne, de nem volt divat. Tehát nem volt divat akkor, amikor főleg ilyen nagyobb tömeges izék voltak, néha-néha, tehát persze a utcán mindig volt egy ilyen első helyen, pár fiatal úgy gondolt, hogy na most milyen vicces lenne, akkor petárdázunk egyet, de, de akkoriban azért nem volt ez az őrület, mint manapság sokkal, sokkal lazább volt, és nem okozott gondot, nem féltél kimenni, nem érezted magad kényelmetlenül, nem kapkodtad a fejed, hogy, Igen. hogy akkor most mikor fognak rádobni egy ilyen szaros petárdát, nem kellett tíz percenként, vagy két percenként összerezzen miatt más, más volt. De van, 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 még petárda egyébként szerintetek? Most mert ugye ma már nem tudom, hogy inkább petárdáznak, vagy inkább már tűzjátékoznak, csak mi vagy mindenki csinálja. Is. Ezért te már tényleg Is. csak azt látod, hogy, hogy de hogy vajon van még az a klasszikus petárda, hogy a, mindenki talán emlékszik, az, az a, az zöld csomagolású, piros végű, és akkor ott volt. nem lenne, nem mondanák el minden egyes, minden egyes ilyen szilveszteri előtt, hogy, hogy tilos a petárdázás, hogy büntetendő mondani. a petárdázás, hogy nem szabad csinálni a petártázást. De hát pont azért csinálják, mert ennyiszer el van mondva, hogy ne, köszi, ne. Nem, nem tudom, nem értem az embereket, de ez sok szempontból így van, hogy én nem értem az embereket, úgyhogy tilosban járni, tudod. De hát igen, csak ugye, amit mondott ugye az István, hogy hát viszont kezel lesz a kezel leszakad, akkor már nem biztos, hogy olyan jó lesz az a tilosban járás. Nem, és vannak is ilyen Ajaj. ahol látjuk, hogy a kezében robban fel. Hát ilyeneket megnézem, mert ilyen horror fetisista vagy, én meg nem én... nézem. <laughs> van, amiből direkt ebből poén csinálnak, tehát hogy ilyen bátorság prób, hogy merede, mm. hogy a kezedben a kinyitott tenyereden robbanjon fel, vagy bemerede, mert kinyitott tenyereden elméletileg nem csinál nagy, nagy gondot, megpirít, de hogy ennyi. Én azért kihagyom, én azért kihagyom. Nekem se jutna eszembe tilos, nem tilos, hol van benne az élvezeti érték, tehát én ezt nem tudtam soha megérteni, de Késő. vagyok még így pár dologgal így ilyen szempontból. Az alkoholnál értem az élvezeti értéket, tehát itt már is éreztem a hatását, Petárdánál sose. Ha szóval jó az a teleportálás, fel, én az én néha. Az annyira nem. Tehát, hogy a, az, Ami utána a jön filmszakadást nem élvezem, de a folyamat, ugye, az, az, úgy, jó. Ellazulsz. Még van, aminek még az íze is jó. Tehát, Aha, hát igen. Egy is van. Hát most vagy ugye 20 éves, leéltél 20 évet, és nem <laughs> tudod, hogy, <laughs> hogy, hogy, ez miért jó. <laughs> uh, nyilvánvalóan <laughs> egyébként, hogy a retrozaválokban majd lesz szerintem, vagy ha nem, akkor most bedobom, hogy majd lesz szó valószínűleg a zenékről is, mert az nyilvánvalóan meghatároz, meg ti is érintettétek az első részben azért mm. egy picit a zenét, főleg Ádám ugye itt teljes mértékben, de hogy van-e valami olyan zene esetleg, ami, amit, amit a szilveszterhez tudtok kötni, vagy akkor hallgattatok, vagy, vagy tipikus bulizene volt akár neked később, mi amikor ugye már eljártál a Natalo Reiro koncertje után. Tehát, hogy van-e van -e valami ilyesmi, ami így beugrik, hanem nem, csak... Hát itt csak... szilveszteri zene konkrétan, de nekem, nekem, nincs meg. Vagy ami mindig ment, ami mindig mondjuk ment. Tehát nem, fe, nem, fe, nem, effektív azért, mert húsz éves és arról énekel, hogy New hanem, mit tudom én. Te esküszöm sokkal több korácsi zene be. Az, jó, hát az, <laughs> én jó, én az, 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 de az, büntetés, arról nem beszélünk. Igen, az, az, az nem aktuál tehát, hogy nem, tudom, most így nekem nem ugrik bele. Tehát akkor nem volt ilyen, effektíve bulizene, vagy tánzen, amit, amit minden egyes rohadt szilveszterkor be kellett küldeni, mert a, társaság megbolondult tőle jobban, mint a bak***tól. Nálunk nem volt ilyen, de biztos egy gyakat más ismerősöm meg barátom tud már rögtön mondani csuklóból ilyen, de nekem nincs meg ilyen. Nincs, nem tudnék én se effektív zenét, tehát konkrét zenét nem tudnék mondani. A, ami így beugrik a Szilveszterrel kapcsolatban, az a Dáridó, tehát hogy az igen, mély, mély nyomot hagyott benne, megmondom őszintén. Most, most azért ledobtad azért azért az a műsorlaton bombát. Megnyomták egy... Szilvesztert, tehát az éjfél ütött az óra után ezt a, ezt a dolgot, és az, az kiborított. De meg volt az oka. Biztos, tehát hogy nem, nem Bocsáss meg, de nekem, nekem volt egy havarom, aki vidéki volt, és ők rendszeresen volt az, hogy jártak ilyen lagziba, mit tudom én, és ott ő pontosan mini mondta, hogy amikor már mindenki matrészeg. Na akkor rakják be ezeket a dáridókat, mert a, a, a segrészegem már tök mindegy. Lehet, hogy itt is ez volt a koncepció, hogy már, már úgy mindegy, csak valami szól, a, aki ébren van, annak már úgy is mindegy, aki meg nem, az meg úgyse hallja valószínű úgy voltak vele, hogy már olyankor már csak azok nézik a tévét, aki ezt szereti. Tehát az a, az a célközönség olyankor van tévé előtt. Tehát, aki... Gondolod, hogy hajnali egykor, kettőkor? Hát, igen, tehát ezek már nem alszanak, ezek a 60 pluszos korosztály, aki ilyen zenén szocializálódott, hogy meg visszanézel ilyen dáridós műsorokat, azért látod a részvevők is, akik ott ültek. És Persze. Vidáman ültek, mindez a korosztály volt, tehát hogy nem tudom, én, én ez így belémégett. Meg ami még zenei dolog, és beléméget, ami abszolút, te, tehát nem, nem, ez a, nem ez az irányvonal, de hogy évekig volt az, hogy másnap elsején kötelező program volt Bécsből a közvetítést csinálták, a Bécsi Filharmonikusnak van az újévi koncertje minden, nem tudom, pont 12 órától, vagy valami ilyesmitől van, és akkor azt, azt, azt nyomták már a 90-es években is elkezdték közvetíteni, és akkor az egy ilyen kötelező program volt, hogy akkor na, szívjunk egy kis kultúrát magunkba. Na ezt tizenéves fejjel méletlenül untam, tehát meg kell mondjam, hogy egy centit nem bírtam élvezni a dologból, most már ilyen fejjel, tehát ez a 30 pluszosan, ott sokkal szívesebben meghallgatom, akkor egy ilyen kényszer volt, de csináltuk, tehát ilyen zenei, zenei szempontból bennem ez maradt meg, hogy kellett mindig újévi, Bécsi újévi koncertet hallgatni, meg volt, sokszor volt közvetítés, még akkor is a 90-es években is valami, az operett Színházba vagy melyikben csináltak akkoriban ilyen szilveszteri műsorokat, sok aki egy ilyen gála uh, műsor, és akkor abból volt közvetítés, ami még nálunk ilyen családi hagyomány volt nézni. És azt szeretted? Azt igen. Aha. Perverz vagyok, én azon kevés, nem kevés magyar közé tartok, és szereti az operettet, és uh, ezt még viszonylag fiatalon is tudtam szeretni. Tehát, hogy elég hamar. Tényleg perverz vagy. Ez jó. De az, ez... Ugye? Ez jó. És egy elképesztő élmény volt, amikor legúj, legelőször eljutottam Budapestre színházba, az operet színházba volt, és a Mágnás Miskát mm. néztem meg. És kik voltak benne? Akkor még uh, Mize Miskát Bajorimre játszotta. Ó, Istenem, Ó, csodás. Istenem. Bár mondjuk engem az operett nem, de Bajorimrével megvettél. El, első, első sorban ültünk, a legszélén igaz, de hogy ott, mikor ott táncoltak előttünk, ami eszméletlen élmény volt. Látni valakit, akit addig csak a tévén keresztül láttál. Igen. és, és érezni volt. A, 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 a kisugárzását, tehát volt neki, tehát nagyon elképesztő jó kisugárzása volt és uh, meg Oswald Marika volt a... a na őt még a... én is ismerem, pedig nem vagyok egy no, nagy operet rajongó, tehát akkor de, itt... Hát, de Magyarországon, de, de, a, ha, operetről Igen. van szó, akkor Oswald Marika, tehát ez Igen. A, nem, nem kunst. Tehát... Jó, hát na. De most nem tudnám felidézni a, a, két, a két, főszereplőt, tehát hogy a, 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 hőszerelmes ki volt éppen benne, vagy a, a Primadonna pont abban az előadásban, de Oswald Marika meg, meg, uh, meg Bajor Imre az nagyon, nagyon megmaradt, és egy nagyon jó érzés volt, és valamikor ott a 2000, nem tudom, 5-6 környékén, 7 ilyesmi sikerült. Ők voltak hatással rád a játékukkal. De még mindig szeretem az operettet, úgyhogy el, elnézést minden, minden kultúrember. <laughs> ez, 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 meg meg, kultúrembertől, aki ezt elítéli, mert hogy túl könnyed műfajnak ítéli. Hát én ezt nem szeretem ezt a beskatujázást, hát most kinek ez, kinek az. Ennyi. Most nehogy más, meg kelljen magyarázni, meg most hülyén érez magad. Nem, hát ezt tetszik, az kész, hát ez ennyi. Nem, viccből mondtam, hogy elnézést kérek, bekaphatják. Tehát... De várjál, lehet, hogy valaki komolyan vette. Lehet, lehet. Azért mondtam, hogy az... Azt mondta, hogy na végre valami eset. bunkó elnézést kértőlem. Igen. Kapod meg itt a kommenteket a petárda sem, az operett is. Hát milyen, milyen csávó ez, gyerekek? Egy hát reakciók igaz, és jönnek te... majd még itt. Te is kapni fogsz, amennyi kocka barátod van. Tehát, hát, hogy alig várom, jöjjön. Arra kell, azért vigyázz, hát ne a kockát, mindjárt most fogjuk bedobni, most, mindjárt most fogjuk elvetni. Csak előtte még egy kérdés, nagyon gyors kérdés felteszek neked, hogy, hogy ugye mindannyian éltünk ebben a 90-es, 80-es években, hogy volt-e például otthon divat ez a új év első napján lencsét babot tenni. ez a, ez a babon, ez megvolt-e? Nálunk nem, viszont én mindig kívántam, az emlékszem. De én mindig kívántam, nem fogadalmat tettem, hanem volt egy kívánságom, és akkor ezek, ezek általában ilyen, ilyen egyszerűbb dolgok voltak, tehát hogy érdekes, nem akkor, hanem mindig szilveszterkor én kívántam egyet, hát, mert úgy voltam vele, hogy úgy sem tartom be, hogy lesz valami fogadalom, az teljesen fölösleges. de úgy reménykedtem, hogy abban az évben ez vagy az lesz. Ez kicsit ilyen, célirányadás is volt. Volt, hogy bejött? Bejött. Egyébként általában, általában bejött. Én nagyon, nem tudom, gondoltam arra. önnevelő hogy mi lenne fontos volt. Abban, arra jó volt, hogy tudjam, hogy abban az évben mit szeretnék, hogy mi legyen, mi történjen velünk, családilag, barátokkal. Ez egy jó érzés, így átgondolni. Meg mindig szerettem így lezárni az évet. Tehát, hogy így átgondolni, összefoglalni egy egy bejegyzésben, naplóban, hogy mik voltak abban az évben, ezeket tök jó ilyenkor már fellapozni. Amikor még emlékszel rá, akkor oké, okay, de... Meg Megvan év... még egyébként ezek a feljegyzések? Van, sőt, valami online van már, nagyon sok online van már. Digitális tartalom, kérem szépen. <laughs> bizony, bizony. Úgyhogy ezek nagyon jó visszanézegetni, és ezeket így el sem csinálgattam mindig. István? olyan bólogattál a, egy, egy, igen, nem, egy megjegyzés, mert nagyon meglepett, amikor kérdezted, hogy volt-e ilyen szokás, és <laughs> Mila mondta, hogy nem, de kívántam. Esküszöm azt értettem, hogy a lencsét kívánta, tehát, hogy szegény gyermek, nem adnak neki lencsét. <laughs> igen, ugyanez. Szeretem a lencsét. Mikor vendégségben voltam először szilveszter, akkor, akkor másnap lencse volt kötelezőem. Ott, ott tettem. Aha, tehát akkor neked is meg volt. Mi, mit csináltuk, amúgy nálunk volt, sőt, még a házi bulik alkalmával is voltak ilyen, ilyen bevett szokások, tehát kötelező, kötelező kaja volt a virsli, Éjfélre, tehát ez, uh, igen, a, igen, az... milyen, 12 után virslit kellett enni. Azt talán még ma is tart. Még meg volt az is, hogy akkor másnap milyen állatból lehet enni. Na, egy disznóhús az jó, mert hogy az előrefelé túr, de csirkét nem szabad enni, mert az hátrafelé kapar. Elássa áll... áll... a szerencsédet, meg ilyenek, igen. Meg halad, mert hogy az... Nem tudom, mert pénzt... Tehát, hogy ilyeneket voltunk, tartottuk, és még most is sokszor a párom előszedi, hogy akkor szilveszter, akkor milyen kaját főzzünk, hát mondom, amit szoktunk együnk. Hát ezt nem lehet, mert hogy az izé nem hoz szerencsét, meg a már... Mondom, akkor jó, akkor legyen lencse. <laughs> hogy... A sok pénz az jó. De hogy volt határozottan nálunk, ez ez volt. És a lencse bejött? <laughs> bejött ez, ez nagyon titkos kérdés. Nem? Úgy értve, hogy, hogy sok pénz lett -e belőle? Abban az évben, aha. Hanem nem, nem jellemző. Nem, jellem, nem volt jellemző a, a fiatal koromra se. Uh, ugye mi szerencsések mondhatjuk magunkat, vagy nem, mert ugye elvileg, mi egy. nem csak hogy évet váltottunk, de ugye évtizedet, évszázad évezredetek, ez mind megvolt, és ugye ez az a bizonyos amit István ugye említett, és én is mindenképp akartam felhozni, az Y2K. Nektek mondjuk lehet, hogy mondjuk milának vannak kocka haverjai, tehát még lehet, hogy ő is tud erről valamit mondani. Tehát, hogy az Y2K, tehát a 2000-es évszámra való átállásról, van-e bármilyen emléketek ugye az előtte lévő hisztiről, vagy mennyire érintett ez, vagy bármi ilyesmi? Engem annyira ez nem érintett meg igazából, nem mi nem beszéltünk erről, különösebben nagyon nagy dolognak tartottam, meg, meg, meg izgalmasnak is, de így, így nem volt sem családilag, sem, sem barátilag erről így különösebben szó nálunk. Tudod neked akkor de. teljesen mindegy volt, hogy mit fog mutálni. Abszolút, igaz. I ilyen szempontból abszolút egyébként nem, nem ezen. Engem, engem ilyen csillagászati szempontból érdekeltek mindig, hogy melyik év jön, mert akkor mit tudom én, valami napjatkozás, istökös én neked csekkolgattam mindig, hogy a következő évben mi lesz. De az, hogy, az, hogy, izé, hogy most pont 2000 jön, Tök jó, ennyi. <laughs> hogy engem olyan szempontból érdekelt, vagy érintett a dolog, hogy én addigra már egyetemre jártam informatikus képzésre, tehát ott volt, mi ezt belülről láttuk ezt a fajta parát, amit akkor úgy nagyon felkapott a sajtó, és megint félreértett dolgokat, meg túlzásba vitt dolgokat, hogy akkor most össze fogom lenni a teljes informatikai <laughs> rendszerme, hogy hát ez 99 után elődik és nagy búcsit volt belőle sajnos, Ilyen inkább szórakoztatott minket, de azért, azért volt egy ilyenfajta kíváncsiság, hogy fog-e történni valami, hogy de jó lenne látni, hogy összeomlik a teljes IT infrastruktúra, <laughs> így bankok bedőlnek, nem elérhetők a számlák, de tehát látszott, hogy az nem, nem lesz ilyen probléma, tehát nem kellett ettől félni. Minket ilyen szempontból, mondom, mivel így IT-sok voltunk már akkor is, ez, 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 a része, meg ez a, ez a hype körülötte tulajdonképpen tartott sokkal inkább minket láza, mint az, hogy mostan egyessel kezdődik az évszám, vagy kettessel, vagy annyira, én annyira esetlegesnek érzem ezt, hogy mikor kezdtük el számolni az, az évszámokat, és azért, mert nekünk pont 2000-nél vagyunk, zsidóknak máshol vannak, arabok máshol vannak, ha maják élnének, ők nagyon máshol lennének a, a, az időszámításukkal, tehát, hogy mostan pont mit írunk a naptárba, az annyira nem engem nem, nem hatott meg, ez a vonal sokkal jobban, hogy mekkora, mekkora hisztit lehet tudott belőle csinálni a sajtó, Clickbait. Aki nem értett hozzá, tehát mindig a, 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 laikusok, hát akkor még nem volt clickbait, mert aztán még, még, éppen aztán internet, még volt meg a, a dotcom, dotcom lufi, addigra már kipukkad, de hogy az még nem, nem ott volt a fő Igen. az embereknek, a fő információszerzési formája, inkább a TV Igen. rádió volt, de ott is nyomták a hülyeséget róla. Meg úgy néztük, meg kíváncsian vártuk, hát, ha mégis lesz valami, mert az ugyan vicces lenne, hogy így jól összedőlne. A média történelmi esemény volt ugye ezzel kapcsolatban, hogy a Szabó Mihály, ugye az Y2K problémára, a TV2, nem tudom, hogy megvan-e. Hát gyakorlatilag, majd keressetek rá Youtube-on, vagy bárhol, hogy egy Szabó Mihály nevezetű ember, ő bement a tv 2 hez és ott, ott elmondta, hogy hát ő itt rájött a megoldásra amire se Amerikában senki nem, nem jött rá, itt mindenki fúj hülye, de ő, ő, rájött a megoldásra, ő egyszerűen, és, és akkor itt tényleg úgy benyom, amit te is ugye mondtál, hogy nem szakértő emberek beszéltek erről, és tényleg úgy, hogy álltak ott és csodálták, de úgy, hogy nem, nem találta a tabgombot is, mert hogy neki másfajta billentyűzete van. Hát az meg már, bocsánat, melyik billentyűzete van máshol a De mindegy, nem is ez a lényeg. De hogy ez például egy média történelmi esemény volt Szabó Mihály ö, megjelenése a tv 2 hogy ő megmondta, hogy ő a BIOS-ra tud hatni a Windows-zal. Ez, ez szó szerint. Oh. Hát ő azzal megoldotta a kérdést, hogy a BIOS-ra tudok hatni. Ez, ez, nagyon ez otthon... egy új skill. Igen. A, a, ő a Windows-zal tudott hatni a BIOS-ra, és ezzel megoldotta azt, amit, amit mások dollármilliókat a hülye tudósok költöttek rá egyébként. Amúgy az a vicc, hogy nem történt tényleg semmi. Tehát, hogy én, én például emlékszem, hogy én direkt bekapcsolva vagytam a gépemet, mondom, ha fel kell robbanni, a robbanjon föl, vagy csináljon valami, vagy bármi, és csalódva vettem tudomásra, hogy pff, semmi. Átállt 2000-re, az hello nem történt az ég egyet a világon semmi. Nekem akkor még számítógépem se volt. Ó, hát nyomtam Bezzeg és... az volt, látod? Az bezzeg volt, HBO az. Látod? Nagyon fura egyébként, ezek pont annyira működnek, mint a világ nem? Tehát, hogy... Hát de elég, ha egyszer bejön a világ már bocsánat. Tehát, azt hogy az a világ végét az, azért az, ha egyszer összejön, akkor... Mi szóltunk. Ezért, nyertél. É, igen. Szóltunk, lehet, hogy nem ma, holnap, nem holnap, de lesz. Nem baj, legalább legyen lehetőség a kommentelőknek beletrolkodni, hogy kioktassanak minket mindenféle dologról, hogy mit nem csinálunk jól, mit nem mondunk jól, miben nincs igazunk, Így van. meg különben is. Hogy... Maradt-e bennetek még valami gondolat, emlék? Uh... Egy csomót. De hát lesz még retrózabálok műsor, úgyhogy igen, de a szilveszterrel kapcsolatban, amit most így mindenképp szeretném megosztani a publikummal, mert ha nem, akkor úgy érzed, hogy nem teljes az életed. Ha, ha bennem maradt, benne marad, akkor nagyon mélyen van, mert nem jön. Nem, nem, lehet, nem, nem akkor annyira már nem kapargatod. Az már inni kell. Igen, igen. Jó, lehet. Ha tartunk egy olyat is, akkor iszunk. Jó. <laughs> tényleg, apropó, csinálhatnánk egy ilyen műsort. Nem tudom, a szabályos, hogy részegen műsort feltolni ilyen podcast részegen podcast Nem tudom, de nem rossz gondolat egyébként. De javasolni fogom Ádánnak úgy is már beszéltük, hogy legyen egy ilyen szitkozódós műsor. Igen. Vagy akkor régebben más volt a szitkozódások, másképp mentek. Mondtuk, hogy lehetne erről is egy ilyen, amikor úgy kifejezetten végig hát szitkozódjuk. meg elvileg mi még össze leszünk majd a úgyhogy... egy jó párszor, úgyhogy... Nem, 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 úgy értem, hogy Ádám és én majd össze leszünk erre, mert Na. itt néha voltak nézetkülönbségek. Azt nagyon várom. A, ott, ott, csak néző leszek, vagy hallgató. Nem tudom, hogy az, hogy lesz még, de az még arrébb van, és szerintem ez, ez a kedves rádió gyerekeket baromira nem érdekli. Főleg, hogy mi hát, se tudjuk. Az is esélyes, hogy már rég kivágta Ádám, amit most beszélünk, mert egy, egy óra már elmúlt, ő meg 50 perces műsort akar. Ha csak nem az eleje volt szar, akkor ezt fogja kivágni. Soha nincs 50 perces műsor, mert mindig tudjuk vagyunk. Tehát. Ez, 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 a nagy büdös hely. No, de ha nincs bennetek semmi, akkor viszont le lehet zárni, hogy még egész jó időt futunk. Boldog új évet mindenkinek. Akartam mondani, visszaszámolni kell. A következő harmadik rész január 12-én pénteken, nem, nem is ezt akartam mondani, várjál már, miről beszélünk? Ja, igen, oké. <laughs> 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 nem, mert szilveszter Tehát, van. Nem. A retrozabálok harmadik következő része január 12-én pénteken fog megjelenni, illetve mi zárjuk most az évet, úgyhogy veletek együtt zárjuk az évet. A következő adásunk itt a Parallaxis Univerzumban január 4-én csütörtökön jelentkezik, a média indul a harmadik évad első részével, melyben a Truman Show lesz kibeszélve. És akkor én most pedig elbúcsúzom, Farkas Katalin Mila, Magyarosi István és minden kollégám nevében köszönjük a megtisztelő figyelmet, illetve hogy egész évben velünk voltatok, tartsátok meg a jó szokásotokat. Remek szilvesztert, boldog podcastekben is gazdag új évet kívánunk, és ne felejtsétek, hogy a hiba üzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.